Igazából egy óra alatt, másfél óra alatt így ketten szétszedtük, leszedtük a váltót, minden, de van egy nagyon nagy szopás, kérlek szépen. Ilyennel még nem találkoztunk, mi se. Kiszedtük belőle a csavarokat, kérlek szépen, és egybe van rohadva a kuplunk. Nem lehet szétszedni, nem akar az Istenne se szétjönni. Én nem is tudom, hogy a faszomba folyik-e szétszedni. Mert ugye így most már kiveszed a csavarokat, ennek le kéne innen pattannia. De össze van rohadva. Na szóval ilyen szinten, meg sokan kérdezik, hogy miért olyan drága a kuplungozás. Na szóval ilyen szinten, ugye ez itt most itt azért, ez itt le van szedve, hopp, ugye az. Ez itt le van szedve, csak beletettünk egy csavart, hogy ne kelljen fölpókozni. De azt föl kellett ide szedni, ide föl volt hajlítva a picsába. Hát nem tudom. Hogy a francba? Próbáljuk melegíteni, azt ütni. Nem tudok már mit mondani rá. Itt jó, az egyik csapágyat ki kell cserélnünk. Ugye itt az van, hogy ez itt egy kúpcsapágy. Kúpcsapágyba mozog az egész hátsó lengő villa, az egyik, az, ahogy szedtük, széjjel szét is esett. Ugye kell tennünk egy új csapágyat, ugye mert ez így van benne. Tetszik érteni? Így. Hát azért kell, az ezzel van becsavarozva oda, és a kúpcsapágy ezen a részén, itt ezen mozog. Tehát valójában ez így mozog bent, ez a lengővillának a mozgása. Még egy ilyen elbaszott dolog nincs a világon. Hogy szedjük azt rá onnan, fiam? Na mindegy, megpróbálom melegíteni, aztán hát, ha lepattam. Össze van rohadva az egész. Egyszer nagyon-nagyon régen egy henger fel se jött le, egy 123-as merciről, és minden csavart kicsavartunk, és apukám, próbáltuk leszedni az Istennek se. Ott is az volt az a lényege, hogy valójában föl kellett pókozni az egész motort, már emeltük az egész autót, és aztán egyszer csak leesett. Hát igen, ez van. Igazából ezzel a motorral valójában full gyári az egész, igazából nincsen belemókolva, de hogy kurva sokat állt, az rengeteg. Szóval nagyon sokat állhatott ez a motor. Na, megpróbáljuk azt egy szétszedni, ott van hozzá az új kuplunk, belerakjuk, mindent szépen összerakunk, csak hát tudjuk leszedni. Most már legalább egy fél órája avval kínlódunk, hogy nem jön le az Istennek se onnan.